Jönnek valami vihar felhők, picikét borús lett az idő, pont olyan, mint a kedvem. Nem biztos, hogy ezt a részt bele fogom tenni a videóba, de nekem szerintem most az is elég, hogyha ezt így, így kimondom a lelkembe, vagy így elmondom, és max letörlöm a kameráról, de és itt a felhőket elnézve, hát lehet, hogy azt kéne itt háttérnek beállítsam, és nem itt a Lizának a kis új kis szekrényét, na mindegy, szóval van egy dolog, ami engem nagyon bántott az elmúlt napon, múlt hét pénteken konkrétan, ami a szülinapom volt. És mondhatnám azt, hogy nem tudom, hogy miért, de nagyon is jól tudom, hogy miért fájt ez nekem annyira. Ugye az év 364 napján gyakorlatilag a gyerekekkel vagyok, nem nagyon megyünk el sehova a kettesben a Lacival, nem szoktunk szórakozni járni sem, most lehet, hogy elmegyünk velük játszótérre, vagy elmegyünk velük mondjuk a Törökbálinton a tóhoz, vagy amikor például elmentek a nagyszülőkhöz, akkor meg éppen Lizának a gardróbját próbáltam összelegózni az IKEA-ban, hogy mit is vegyünk, vagy éppen nekik veszünk valami élelmiszert, elemózsiát, meglepetést, bármit, szóval gyakorlatilag az év 364 napja róluk szól. És nem szeretnék önzőnek tűnni, azt hiszem, hogy maximálisan minden erőmet és energiámat a gyerekekre szánom, nekik adom tulajdonképpen az egész életemet, és most itt nem arra gondolok, hogy egész életemben Alex-szel leszek itthon, mert nincs neki óvi, ahova, meg iskola, ahova befogadnák őt, és na mindegy, ezt már elmondtam korábban a videóban, hogy mi a helyzet. Szóval a szülinapom volt pénteken, és én már napok előtte... Hú, most jön valami vihar. Igen, most az 34 fokból, holnapra szerencsére csak 23 fok lesz, úgyhogy igen. Na mindegy, szóval már a születésnapomat megelőző pár napon úgy pedzegettem a Lacinak, hogy nem tudna a gyerekekre fölgyeretet biztosítani, tehát úgy értem, hogy konkrétan a nagyszülőknek szólni, hogy akár jöjjenek át egy napra, vagy valami. Ugye, hát ez egy pénteki nap volt, tehát Magdika az kedden és szerdán tud jönni. A péntek az ugye egyetemben nagyszülős nap lett volna, és elérkezett a péntek, és semmi. És tudod, úgy vártam, hogy na gyere ide, és menjünk el, mit tudom én ide, vagy mit szeretném ott csinálni, vagy valami, és egyszerűen semmi. Ugyanúgy ült az asztalnál, ugyanúgy dolgozott. Igaz, hogy előző nap elmentek a Noéval, és vettek a kedvenc csokimból a Tesco-ban kétféle csomaggal. Kajtadag a szülinapom, konkrétan az a nap, ugyanolyan nap volt, mint az év többi 364 napja. Reggel elmentem a Hádába, mert akkor volt vállavontás, tehát akkor nagyon szeretek a gyerekeknek ott nézelődni. És már akkor ugye tudtam, hogy nem lesz aznap semmi közös program vele a gyerekek nélkül, meg úgy semmi nem lesz. És már akkor ott a kocsiban is úgy nem tudom, tehát úgy olyan majdnem elsírtam magam, meg hány ingerem is ott, szóval nem volt kedvem az egészhez. És hát ebben is ott kivettem egy-két pólót a fiúknak, aztán elkezdtem nézni a lány dolgokat, aztán fogtam és visszatettem a fenébe az összes pólót, és úgy nem volt kedvem, pedig tényleg imádok nekik vásárolni, és imádom a Hádába túrni, és kincseket találni, meg minden, de egyszerűen elment a kedvem tőle, hát hazajöttem, és még jó, hogy hazajöttem, mert ugye Alex, ez 10-kor nyitott a Háda, én 11-kor jöttem haza, Alex még mindig hálóságban ott ült a nappaliban, a kövön.
a Liza meg a Noé ott ugráltak a hálóban az ágyon, pedig hát nem igazán szoktak ugrálni a hálóba. A Laci meg valahol a gardróba, vagy nem is tudom hol, meetinget, tehát egy ilyen telefonos meetinget tartott a csoporttársaival, úgyhogy éreztem én, hogy haza kell jönnem. Szóval a gyerekeket ott összefésülni, meg minden elrendezgetni, de nekem az a egyszerűen folyamatosan olyan, nem tudom, olyan, amikor az embernek úgy fáj a lelket, tehát amikor úgy nem tudom elmondani, de biztosan értitek azt, hogy én valahogy vártam azt, hogy az a nap egy picit más lesz. Persze mind a ketten benne vagyunk ebben a helyzetben, és ugye ő értünk, dolgozik, meg minden, tehát igazából nagy felronnom sem kéne ezt az egészet, meg semmi, de könyörgöm, hát július 3-a volt, tehát a nyárnak a közepe, a nyaraló szezonnak az eleje, elmennek nyaralni az emberek, mit tudom én, tehát itt most egy napról beszéltünk volna, ami nekem fontos lett volna, hogy akkor az én napom lett volna. És semmi. Három barátnőmnek elmondtam, mert ugye hát beszéltek a szülinapi köszöntések, meg hogy lesz-e buli, meg hogy mit kaptál, meg mit tudom én, és nem hitték el, és azt mondták, hogy ó, biztos majd este, hogyha gyerekek mondjuk mennek aludni, vagy mit tudom én, majd biztos majd akkor lesz valami meglepi, vagy nem tudom, és semmi. És igazából aznap már beszélni sem akartam a Lacival, mert ismer engem, tehát ő az, aki szerintem a legjobban ismer engem, és ismeri az igényeimet, és tudja, hogy milyen kis lelkis tudok lenni, és tudja azt, hogy szeretem a meglepiket, meg hogy vágyom arra. Ezt beszéltük is, hogy pontosan a karantén alatt is, amikor nem jött a Magdika, és nem volt senki segítségünk, a nagyszülők sem jöttek, hogy 0-24-ben gyerekezünk, tehát persze ezt vállaltam, ezt szerettem volna, minden vágyam volt tényleg egy kislány, így lett 3 gyerekünk, de közel sem gondoltam volna azt, hogy mind a 3-an itt van lesznek 0-24-ben velem. És azért az ember elfárad, tényleg nem szeretnék panaszkodni, mert... De tudjátok mit? Szeretnék panaszkodni, és szeretném nektek elmondani azt, hogy aznap, azt terveztem aznap, hogy amikor a Hádában végeztem, akkor elmegyünk a Starbucksba, kérem a kedvenc jegeskeimet, nem szoktam Starbucksba járni, régebben még olyan havi egyszer mentem és ittam egy, mit tudom én, egy jeges kávét, vagy valami finom ízesített kávét, cappuccino, de nem szoktam oda járni, tehát nem az, hogy mit tudom én. Hát én 4-szer ott lógok, mert egyáltalán sehova nem megyek, sehol nem lógok, szóval, hogy azt szerettem volna, hogy elmegyünk együtt a Starbucksba, és akkor ott felmarkoljuk a jeges kávét, és akkor utána elautózunk a régi kedvenc helyemre, Tétényben a Dunapartra, és akkor ott úgy beszélgetünk az élet nagy dolgairól, meg hogy ugye ott elmondtam volna, hogy hogyan alakul az óvi helyzet, meg hogy mi van a gyerekekkel, de egyszerűen annyira fájt a lelkem, meg annyira nem éreztem jól magam ezáltal, vagy nem tudom, úgy fel is sergeltem magam azon az egészen, mert annyira csavadott voltam, hogy ebből nem lett semmi. Nekem ez nagyon rosszul esett, hogy nem azt mondom, hogy most ünnepelni kell engem azért, mert mit meg nem teszek én is, meg a Laci is a gyerekeinkért, meg ugye gyakorlatilag én feláldozom az életemet, a Laci az dolgozik, más felé is járhat az agya, nekem viszont marad az, hogy itthon vagyok, és a gyerekeket fesztrálom, meg próbálom megoldani azt, hogy legyen egy közösség, ahova járnak, időpontokat egyeztetni, meg akkor állandóan játékokat kitalálni, vagy mit tudom én, programokat kitalálni nekik itthon, mert ugye 3-mal azért marha nehezen tudok elmenni, hogy lekössem őket, mert a Noé egyáltalán nem alszik már napközben, Alex sem alszik napközben, szóval gyakorlatilag olyan reggel 8-9-től este olyan 9:30-10-ig le kell őket fogani valahol, hogy ne szedjék szét a házat, hogy apa tudjon dolgozni. Jó, azt teszem, hogy kaptam 2 csokit, meg egy boldog szülinapot, puszit,
ezt leszámítva ugyanolyan lett, mint az év többi napja. Azt szerettem volna tényleg, hogy ezt megvalósítom, hogy ha már a párom, az életemnek a párja nem gondolt erre, hogy meglepjen engem, akkor mi, vagy hát akkor beszélgetünk volna, és akkor úgy szerettem volna, hogy virtuálisan, vagy nem tudom, de átöleltek, és hogy nagyon sokan írjátok, hogy büszkék vagytok rám, meg hogy szerintetek jól csinálom ezt a gyereknevelést, meg jól látom a dolgokat, meg... Tehát ezek nagyon-nagyon jól esnek az év bármely napján, az év bármely pillanatában. De amikor az embernek a szülinapja van, akkor meg különösképpen jól esik. Szóval, hogyha már őtől ezt nem kaptam meg, akkor jó esett volna tőletek. De mindig most már ezt elmulasztottam. Úgyhogy ezt most így nem tudom, most így utólag, hogy most ezt feltöltöm, vagy nem töltöm, de... ki kellett mondani, még csak egy kis kamerának is mondom, akkor is azért jól esik, hogy elmondhattam. Egyébként másnapra már jobb lett a kedvem, meg már nem is fájt, nem tudom, tehát fizikailag fájt a lelkem, vagy nem tudom, hogy ezt biztos ismertek ezt az érzést, amikor annyira csalódottak vagytok, hogy úgy nem tudom, nem jó érzés. És másnapra már jobb lett a kedvem. Aztán persze nem tudom, itt lefoglalom magam, itt a Lizának a gardróbjában, meg talán elfoglalom én magam, meg találok én magamnak itt hobbit, amit így itthon lehet űzni, ami persze természetesen gyerekekkel kapcsolatos. Aki érti, érti, aki szerint önzőség, én azt is megértem, mert tulajdonképpen mondhatni én akartam azt, hogy legyen egy gyerekünk, és ez az élet. Ezt az életet terveztük, hát jó, kicsikét több akadályt kaptunk az élettől, mint egy egyszerűbb család, de na mindegy. Már jobban érzem magam, hogy elmondhattam. Úgyhogy köszi, hogy meghallgattatok.